Vendégünk Gubik Petra, szia, köszönjük, hogy itt vagy. Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek. Mi van a zsebemben, ez a címe az önálló estednek, ezt még nyáron mutattátok be, de hát azóta rengeteg helyszínen láthatott már téged a közönség. Miért fontos és különleges számodra ez az előadás? Igen, hát tulajdonképpen ez egy saját kezüleg előhívott és megálmodott koncert est, ami azért nagyon fontos nekem, mert itt a színházi szerepekből előlépve, a maszkok mögül kilépve, teljes mértékben azt hallhatja és azt láthatja a néző, és hallhatja, ami én vagyok, ami Gubik Petra, ami nem egy eljátszott szerep, hanem ami teljesen ettől független. És az, hogy saját dalaim, saját szerzeményeim, saját verseim, és az életemnek olyan fontos szakaszán, hát hogy is mondjam, jelentős dalok feldolgozása, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt. Ez mind benne van ebben a koncertestben. Ez nekem különösen nagyon fontos, és ez egy mérföldkő is volt, hogy erre meg is kellett érnem, azt hiszem, hogy ilyen szintű mesztelenedésen menjen az ember keresztül. Tehát itt nincs, hogy mondjam, ez teljes mértékben lemeszteleníti az embert, és itt nincsenek, hát nincs mögé bújni. De akkor mi van a zsebedben? Pontosan azon felül, hogy bemutatod a saját dalaidat is, egy picit más, hogy mesztelenebbül, ahogy te fogalmaztál. Mi van a zsebedben? Ki vagy most? Hova jutottál el most az elmúlt évek alatt? Azért választottam ezt a címet, mert nagyon tág. Tehát igazából soha nem tudhatod, hogyha most csak képletesen gondolkodsz, és hogy például én sem tudom, hogy most a te zsebedben éppen mi van, de talán ez a legfontosabb, hogy nem is kell pontosan tudni, hogy mindig meg tud lepni a nézőket. Ahogy elkezdtük augusztus 8-án az első koncertet, Templi Erikkel a zongoránál, én ezt abszolút egy akusztikus, tehát klasszikus zongorára álmodtam meg, és ebből nem is szeretnék engedni. Viszont most egyre több felkérésünk érkezik, és hogy még azokat a nézőket is vissza tudjam hívni, akik már esetleg valamikor már velünk tartottak, és hogy mi van a zsebemben, azt csak akkor fogják meg tudni, hogyha eljönnek, mert lesz majd június 23-án, egy olyan koncertünk a Városmajori Szabadtéri Színpadon, ahol már egy teljes zenekari felállás lesz jelen 4 olyan kollégával, akik kiegészítik majd a Mi van a zsebemben formációt. De akkor ebben van egyfajta ilyen random szabadság, egy meglepetésszerű szabadság is koncert vagy előadásról előadásra? Abszolút, igen, és erre törekszem is, hogy soha ne legyen teljesen ugyanaz, tehát mindig legyen benne valami új, akár egy saját vers, amit az Erik tökéletesen lekísér zongorával, és ez azért nagyon érdekes, mert közben ez a, tehát a költőiség van jelen, és mégis ott van a zene benne. Minden versnek, minden szövegnek van ritmusa, saját dallama, saját lelke. És igazából a mi estünkben ez kerül a fókuszba. Április 10-én, ami, ha jól számolom, az már jövő héten van, itt a Ferencvárosi Művelődési Központban ott fogunk. Ott is kibővültök majd. Igen, ott már trió felállásban fogunk a közönség elé lépni, ahol Franky Látó jazz hegedű művésszel fogunk gazdagodni. Hát aki tényleg egy csodálatos ember, és olyan nagy tudása van, hogy az első próbán csak összeültünk, és hogy is mondjam, úgy zenei nyelven jammeltünk egyet. Egy adiverset próbáltunk ki, és annyira, tehát nagyon fontos a zenében, hogy a másiknak a lelkét te megérezd, és tudj vele menni, egy húron pendülni, egy hullámhosszon rezdülni, és nálunk ez megvan, hál' Istennek, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel április 10-én az FMK-ba. Templi Erik azonban már a kezdetek óta melletted van, ő hogyan tudott támaszod lenni ebben az önálló produkcióban? Igen, Erikkel egy nagyon különleges kapcsolatunk van. Nagyon-nagyon szeretem. Egy mérhetetlenül megtisztelőnek érzem azt, hogy vele állhatok egy színpadon, és együtt alkothatunk. Egy nagyon különleges ember ő. Biztos, hogy nem e világi lény, szerintem ő biztos, hogy egy angyal. Sok zenésztől hallottam már egyébként ezt róla. Igen, és amikor elkezdtünk együtt dolgozni, ezt tudni kell, én már régóta kinéztem őt, és már akartunk együtt dolgozni, csak valahogy mindig meghiúsult. Meghiúsult a projekt, és akkor, amikor a legutóbb leültünk próbálni, és valahogy egy valami fellépésünk lett volna, és akkor azt a megrendelő végül is visszamondta, akkor mondtam Eriknek, hogy na figyelj, most fogunk csinálni valami olyasmit, mint amiben abszolút te és én vagyunk jelen teljes minőségünkben,
És akkor így lett a Mi van a zsebemben első előadása. Egyébként Erik jelenléte és tudása mit ad hozzá a te személyiségedhez, vagy a te művésziségedhez? Lesz esetleg akár közös dal is majd egyszer? Abszolút, ezt már elkezdtük. Most biztos az Erik ezt nézi ezt a műsort, akkor biztos, hogy de mikor? Évekkel ezelőtt. Elkezdtük, hát nem csak rajtam, mert ő is egy nagyon elfoglalt művész. Elkezdtük már, de én azt gondolom, hogy ami késik, nem múlik. Szeretnénk nagyon jót csinálni. Mind a ketten maximalisták vagyunk, és szerintem ahhoz, hogy tehát az teljesen más, amikor valakit felkérsz, hogy írjon neked egy dalt. Én nem ez a kategória vagyok, hanem én azt szeretem, hogy a saját dolgomat csinálni, és hogyha valaki alkotó társként jön mellém, akkor azzal pedig teljes mértékben együtt. Mi most szerintem az elmúlt fél évben, olyan, mint a sokkal régebb óta ismernénk már egymást ilyen közelről, nagyon mélyen megismertük egymást, tudjuk egymás humorát, mélységét, mind lírában, drámában. Szerintem nagyon fontos az, hogy ezután, amikor már tudod, hogy a másikat mi érdekli, mik foglalkoztatják, akkor tudnak szerintem olyan dalok születni, ami talán hallgatóságra találhat. Ezt tudjuk, hogy nagyon elfoglalt vagy, rengeteget dolgozol. Holnap is például lesz egy előadásod a Ramárt Színházban, valamint majd a Cifra György emlékkoncert sorozatban is részt veszel. Mit vársz most leginkább? Igen, hát holnap két csodálatos kolléginával fogunk fellépni a Ramárt Színházban, Peller Annával és Janza Katával, egy élő zenekaros koncert lesz. Hát ez egy ilyen igazi ilyen human power lesz. Ma már elkezdtünk felkészülni a zenét részekkel együtt, úgyhogy szerintem egy nagyon jó kedélyű kis koncert lesz holnap. Az pedig, hogy a Cifra sorozatban részt vehetek, és a Balázs Jánossal is csináltunk egy Cifra életét, a Cifra György zongoraművész életét bemutató előadást, amit februárban mutattunk be a Momkultba. Találkát adott a sor címmel. Az nekem egy óriási hogy is mondjam, lehetőség is volt, meg nagyon jó felismerés, hogy milyen jó olyan emberekkel együtt dolgozni, aki fúziót csinálni, akik inspirálnak, és mennyire fontos, hogy a szakma teljesen eltérő szegmenséről érkezünk, és mégis megtaláljuk az aranymetszést. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, így meg, hogy az Erikáékkal, a Miklós Erikával és a Sárközi Lajosékkal bővülünk, ez egy pont nagyon... Pont itt volt Erika. Igen. Szóval ez egy nagyon, nagyon izgalmas kaland lesz szerintem. Akkor sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Sok erőt a következő hetekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm.